A munkáspárt kiléptetni a NATO-ból és az Európai Unióból Magyarországot, Türmer Gyula szerint mindkét szövetséggel csak rosszul jártak a magyarok. A kommunisták első embere a hét elején Budapest szívében a Nyugati téren tiltakozott az amerikai befolyás ellen. Szerint az Egyesült Államok nem békét akar, hanem az ukrajnai háború folytatását. Türmer Gyula a vendégem, jó estét kívánok. Jó estét kívánok! Amerika nyíltan beavatkozik a magyar választásba, ezt ennyire konkrétan ki meri állítani? Amerika az Egyesült Államok beavatkozik a magyar belügyekbe. Hát ha aki nem hiszi, az nézze meg, hogy az új amerikai nagykövet milyen célra érkezett ide. Már a szenátusban kijelentette, hogy gyakorlatilag itt rendet akar Magyarországon teremteni. És azóta, akikkel találkozott, láthatóan azt mutatja, hogy megpróbálja befolyásolni a média és a saját jelenlétével a magyar politikát. Ez nem egy nagykövet dolga, nem is feladata, és azonos is nem is lenne szabad megengedni. Mit gondol arról, hogy Márkizai Péter maga valotta be, hogy Amerikából érkeztek a kampányhoz súlyos összegek, több százmillió forintnyi megfelelő összeg, és ha ez nem is fogyott el, akkor a mai napig szeretnék a kormány leváltására költeni ezt az összeget. Ez helytelen, Magyarországon vannak törvények, én azt gondolom, hogy ezeket a törvényeket a lehető legszigorúbban be kell tartani, az államnak meg be kell tartatni. Most feltétlenül mondjuk a munkáspárt holnap a kínaiaktól kapnak két dollárt, az azon nyomban botránt lenne, és azon nyomban elítélnének bennünket. Tehát amikor itt milliók, százmilliók jönnek, akkor annak utána kell nézni, meg kell a felelősüket büntetni. A társadalmat pedig arra kell irányítani, hogy ne fogadjon el olyan politikusokat, akik külföldre kapják a pénzüket. Ez azt jelenti, hogy a magyar munkáspárt nem fogadott el Kínától pénzt, vagy Amerikától, vagy soha nem is kínáltak fel önöknek meg külföldről pénzt? Mi soha senkitől nem kértünk, és nem is kaptunk pénzt, mind a mai napig állami támogatás nélkül a saját tagjainknak a támogatásából élünk. Szerintem ezt kellene minden pártnak csinálni. Uh -huh. Kiléptetni az Európai Unióból is Magyarországot, mondván, illetve a nato mondván, hogy ez a szövetség, vagy annak a tagsága az rossz hatással van Magyarország. De ezt miért mondja? Az Európai Unióban azt látjuk, hogy az Unió folyamatosan beavatkozik Magyarország belügyeibe, ezt mindenki látja, hiszen törvényeket kell megváltoztatni ahhoz, hogy az egyébként nekünk jogosan járó pénzt Magyarország megkapja. Ez elég durva beavatkozás az is látszik, hogy az Európai Unió, mint intézmény, ami létrejött az 50-es években, már nem felel meg ennek a korszaknak. Itt mi megerősödtünk, nemzeti tudatunk van Magyarországon, a kelet európai aki szeretnének helyet kapni Európa irányításában, és erre jelenleg nincs mód. Hát két eset van, hogy vagy megpróbáljuk az EU-t belülről megváltoztatni, vagy kilépünk. A kormány belülről akarja megváltoztatni, mi nem nagyon hiszünk. A NATO még egyszerűbb dolog, a NATO nem védelmi szervezet, a NATO-nak eredetileg is agresszív céljai voltak, a Szovjetunió és a szocialista világnak a szétverése. Tehát megtörtént, nincs Szovjetunió, a NATO viszont tovább él, és félünk, hogy belesodornak bennünket a háborúba. Ja, több alkalommal volt felmérés arra vonatkozóan, hogy a magyar lakosság az inkább uniópárti, mint sem, illetve maga Orbán Viktor is többször mondta azt, hogy nekünk, már mint Magyarországnak jobb az Európai Unióban, mint kint. Akkor nem ért egyet a miniszterelnök jelentésével? Hát nézze, én megértem a miniszterelnök úrnak a döntés, hiszen Magyarország az Európai Unió tagja, ő tárgyal minden nap a Európai Unió vezetőjével. De szerintem ő is látja, hogy ez az Európai Unió nem úgy működik, hogy Magyarország érdekei ezt megkívánnák. Én megértem, hogy ideig, óráig próbálkoznak azzal, hogy hát, ha meg lehet reformálni az Uniót. Mi azt mondjuk ma, hogy nem lehet az Uniót megreformálni, ez nem a kelet-európai kisországokról szól, hanem a németekről és a franciákról, mi ott sohasem leszünk egyenjogú partnere. Tehát ideje más irányba egy kicsit keresgélni, és van ilyen, hát a sankai együttműködési szerződés, vagy a BRICS államok, hát mindegy új alternatívát kínálnak. Orbán Viktor például Üzbegisztánban van, ott tárgyal. Korábban az ellenzéki erők egy része a keleti nyitást is már kritizálta. A keleti terjeszkedést önök jó ötletnek tartják? a keleti terjeszkedés olyannyira támogatja a munkáspárt, hogy én voltam az első magyar politikus, aki 90-ben elment Kínába, akkor még ezt ellenséges lépésnek tekintették, ma mindenki oda jár. Én voltam az első, aki elment Vietnámba, Laoszba, Koreába, Belorusba, sőt még Kubába is, tehát megpróbáljunk nyitni és úttörőként föllépni ezeken a területeken. Ezek nagyon fontos, és mi szívvel, lélekkel támogatjuk. Ugyanígy támogatjuk azt, hogy a török nyelven beszélő országok családjához tartozom Magyarország, és találjon ilyen kifelé vezető külpolitikai megoldásokat. Mi nem lehetünk csak itt, nekünk több irányba kell lenni, mi itt vagyunk a világ közepén. Hidak kellene. Más téma, orosz-ukrán háború, és itt is éles a, a kontraszt az ellenzék, illetve a magyar kormány álláspontja között. Mit mond a Magyar Munkáspárt? Mi azt gondoljuk, hogy a háborút be kell fejezni, az embereknek meg kell érteniük, hogy sok probléma van ma Magyarországon, a pedagógusok bérétől kezdve a köztisztaságig és a közlekedés szervezéséig, az árakig, az inflációig, de a legfontosabb kérdés ma a béke. Tehát ha a békét meg tudjuk teremteni, akkor az összes többi problémát megoldjuk. Ezért azt mondjuk, hogy az ellenzék eleve rossz politikát folytat, hiszen az Európai Uniót támogatja, és azt akarja, hogy Magyarország szálljon be a háborúba. Mi meg azt mondjuk a munkáspárt, hogy, hogy, nehogy beszálljunk ebbe a háborúba. Akkor fegyvereket sem küldenének? Nem, mi nem küldenénk fegyvereket, és felhívjuk a figyelmet azokra a lépések, amelyek arra mutatnak, hogy belecsúszunk a háborúba. Ugye épp ezen a héten járt itt az amerikai hadsereg, európai részéért felelős hattább főnöke, és megnézi a magyar katonai raktárakat. Nem véletlenül jönnek. Magyarország területe kell a nato a magyar vasutak, a magyar anyagi erőforrások, ezt nem szabad nekünk megengedni, le kellene állítani, és azt mondani, hogy eddig és ne tovább. Mit gondolnak az Ukrajnát megsegítő közös hitelfelvételről, amelyet szorgalmaznak az Európai Unióban? Én lezárnám a határokat, és nem engednék be több Ukránt Magyarország területére, illetve mindenféle olyan kapcsolatot megszakítanék. Magyar sem? Ez egy másik dolog természetesen, de dönten azért nem magyarok jönnek most már, hanem, hanem, hanem mások. És azt kell látni, hogy ma Ukrajna bennünket, magyarokat ellenséges országnak tekint. Tehát akkor mi miért vagyunk velük ilyen jó? Tehát, hogyha a turul madarat lebontják munkácson, akkor nekünk nem kell udvarolni Zelenckének, abba kell hagyni. És azt kell mondani, hogy mindaddig, amíg ők nem térnek rá a békére, addig nem állunk velük szóba. És egyetlen egy fegyver se, egyetlen egy forintot se. Egyetlen egy eurót az ukrán vezetésnek. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is.